nem teljesítette. Hát én tudomásul veszem, hogy a szakmai érveim nem voltak elég hatékonyak, nem voltak elég meggyőzőek ahhoz, hogy a múlt évi számvevőszéki jelentést a parlament ne fogadja el. Én tudomásul veszem. Attól azonban óvni kívánnám mindannyiunkat, hogy egy valótlan helyzetet, egy valótlan teljesítést valósnak tüntessünk föl. Tisztelt Országgyűlés, olvastam a közelmúltban is több olyan közvéleménykutatási eredményt, ami rangsorolta úgymond a különböző állami intézményeknek a népszerűségét, a bizalmi indexét próbálta érzékeltetni. Nos, ebben a rangsorban az Országgyűlés igen-igen hátul helyezkedett el, mellesleg az első helyen a tűzoltóság volt, ezúton is gratulálok nekik. Az Országgyűlés nagyon hátul van a presztízs rangsorban, és én azt gondolom, hogy ha ilyen határozatot fogadnak önök el, akkor ez a presztízs tovább fog csökkenni, és az Országgyűlésnek a nem túl nagy tekintélye tovább fog erodálódni. Ezért én tisztelettel azt javaslom, hogy ezt a határozatot ilyen formában ne fogadják el, ne fogadjuk el. El lehet fogadni, hogyha tudomásul veszi az Országgyűlés, hogy a helyzet olyan, amilyen, és ennek ismeretében is akceptálja és elfogadja a számvevőszéknek a teljesítményét. Ez azt gondolom, hogy jogállamhoz méltó álláspont, de az, hogy valótlanságokat határozatban kimondunk, ez szerintem elfogadhatatlan. Köszönöm, elnök úr. Felszólása következik a kormány nevében Bencsik János államtitkár úr. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én szeretnék köszönetet mondani Nyikos László képviselőtársunknak, hogy személyes jelenlétével lehetőséget biztosított a részletes vita lefolytatására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkár úr hozzászólását. És az a furcsa helyzet, hogy a módosító indítvány beadója Nyikos László képviselő úr volt, az egyetlennél hozzászólt. Most meg kéne kérdeznem, hogy az előterjesztő bizottság nevével kíván-e hozzászólni a saját hozzászólásához. Feltételezem, hogy nem. A módosító javaslatról várhatóan a következő ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a médiát és a hírközlés szabályozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Cserpalkovics András és Rogán Antal Fidesz képviselők önálló indítványát T/1268-as számon, a bizottsági ajánlás pedig T/1268/1-es számon megkapták. Megadom a szót Cserpalkovics András úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság mindegy újonnan létrejött autonóm jogállású közigazgatási szerv tekintetében szükség van néhány átmeneti rendelkezés biztosítására, amelyek a gazdálkodás, hatékony gazdálkodást és a működést segítik elő. Annak érdekében, hogy ezek az átmeneti szabályok megszülessenek, nyújtottuk be ezt a javaslatot. Azt gondoljuk, hogy elengedhetetlen ugyanis az, hogy az új autonóm szerv egységes gazdálkodási rendszerének alapjait rögzítsük. A két hatóság összeolvadása a feladatok, hatáskörök és nyilvántartások egységesítését, racionalizálását is igényli. Szükséges tehát az eljárási ügymenet gyorsítását szolgáló módosítások elvégzése, ezt célozza ez a módosító javaslat, illetve ez a benyújtott javaslat. Az újonnan létrejött Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, mint önállóan működő gazdálkodó központi költségvetési szerv költségvetési gazdálkodásának rendjére állapít meg kiegészítő rendelkezéseket ez a javaslat. A törvénymódosítás egyúttal pedig lehetőséget teremt arra, hogy a médiára és a hírközlésre vonatkozó új jogi szabályozás hatályba lépését követően a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa biztosítani tudja a műsorszolgáltatások megszakítás nélküli működését, valamint tisztázza a vagyonátadás részkérdéseit is. Kérem a javaslat támogatását. Köszönöm szépen a figyelmet. Megkérdezem a kormány nevében, igen, Nyitrai Zsolt államtitkár úr kíván felszólalni, az időkeret 10 perces. Államtitkár úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, a kormány egyetért az előterjesztővel,
és a módosításnak az irányát támogatja. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most az írásban előre jelentkezett felszólóknak adom meg a szót 15 perces időkeretben. Elsőként következik Puskás Imre Fidesz, őt követi majd Mandur László. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház. Az előttünk levő jogszabálynak a címe a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról akár azt is jelezhetné, vagy előre vetíthetné számunkra, hogy itt komoly vita lesz. A média általában az a téma, amely megmozgatja szinte valamennyiünknek a fantáziáját, és komoly összecsapásoknak a terepe lehet. Azonban az előterjesztőnek azt hiszem a terjedelmes előadásából kitűnik, hogy ez a jogszabály, amely 5 törvényt módosít, valójában olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amely elsősorban valóban inkább csak a működésnek a kereteit kívánja pontosítani, és a gazdálkodásnak a lehetőségeit szabályozza. Tehát ezzel kapcsolatban valószínűleg nem fog kitörni a kultúrharc ezen törvénytervezet kapcsán. Ahogyan az előterjesztő is elmondta, itt gyakorlatilag valóban a gazdálkodásnak a egyes elemeit kívánja szabályozni. Itt többek között a közszolgálati közalapítványnak a döntési kompetenciáját, a jogelőd közalapítványok tulajdonába lévő vagyon állami tulajdonba kerülését követő szabályozásáról, többek között a média hatóság elnökének a minősítési jogosítványát szabályozza. Ezen túlmenően olyan szabályozásokat találhatunk ebben a törvénytervezetben, amely nyilvánvalóan egyrészt illetkezik a kör követelményeihez, másrészt éppen annak a szabályozási területnek a módja, működési módjához evidens módon kapcsolódik, amely felveti az elektronikus ügyintézésnek a módját, kötelességét, kötelezővé tételét, vagy többek között azt, hogy a médiahatóságnak a honlapján megjelenő közzététel az hivatalos közzétételnek számít. Ezen túlmenően a médiahatóság állományában dolgozóknak a illetmény kiegészítést szabályozza, amely lehetővé teszi, hogy olyan elismerésben részesülhessenek, anyagi elismerésben részesülhessenek, amely valószínűleg mindannyiunknak a véleményét oszthatja, hogy egy nagyon jelentős hatósági munka zajlik itt, és ebből következően az a fajta illetmény kiegészítési mérték, amely megilleti más hasonló hivatalokban dolgozókat itt is, ez megjárjon. Tehát összességében valóban elmondható, hogy ez az a jogszabály, amely a létrejövő integrált médiahatóságnak a feladatait pontosítja, a lehetőségeit kiszélesíti, és azoknak a jogszabályoknak ehhez a viszonyokhoz való igazítását teszi szükségessé, amely ezt az integrált működést, hatósági tevékenységet lehetővé teszi a jövőben. Ezért kérem azt, hogy valamennyien támogassuk ennek a törvénynek az elfogadását majd. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm. Felsorolásra következik Mandur László képviselő úr, MSZP, őt követi majd Pálfi István. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Valóban egy olyan törvénymódosító javaslattal van dolgunk, amit, hogyha az ember tüzetesen átvizsgál, akkor azt veszi észre belőle, hogy minden pontjában azt a törvénymódosítást módosítja, amit egyébként legutóbb az önök javaslatára egyébként elfogadtunk. Tehát össze lehet vetni nyugodtan a törvénytárban szereplő és a legutóbbi módosításokkal módosított törvényeket. Tovább folytatódik lényegében annak a törvénynek az írása, ami most már egy ilyen gördülő média törvényírásként kerül lassan be a köztudatba, hiszen az eleve
idehozott törvényjavaslat, amit egyébként most kívánnak újabb módosításokkal átírni, már akkor jeleztük, hogy ez a fajta belekapása és elég felszínes előkészítése, és az előkészületekből nem csak a parlamenti pártoknak a kihagyása, hanem a szakmai érdekképviseleti szervezeteknek is a kihagyása végeredményben azt eredményezi, bármennyire is fájó, de ezt meg kell jegyezni, hogy egy olyan törvénymódosításnak a további módosítása folyik itt, aminek a legfontosabb eleme nem volt más, mint hogy a média irányítást, a közmédiumoknak a felügyeletét azt lehető leggyorsabban, és ez értelemben leghatékonyabb módon egy jelenlegi központi hatalmi irányítás alá vonják. Hát ennek volt ma a választás, a testület megválasztása a legfényesebb példája, hiszen a jelölő bizottságban hiába tettek javaslatot egyébként bármelyik párt részéről, ellenzéki párt részéről személyekre, egyetlen egyet sem fogadott be a mostani Fidesz-KDNP többség, hanem még egész egyszerűen, amint ez várható is volt, és ma bizonyosságot is nyert, egy személyben kívánják 9 éven keresztül kézben tartani ezt a rendszert. A további része, ami már fontos részleteket és működést jelentett volna, hát annyira elnagyolt volt, hogy kénytelenek voltak ezt a törvényt behozni, hiszen amikor még egyszer végig gondolták azt, hogy jó, rendben van, ezt elfogadtuk, hogyan is fog ez akkor majd működni, akkor kiderült, hogy hát nem fog igazán jól működni. Mondhatnánk is, hogy ebben az esetben egy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ezek a módosítások két kézzel kell, hogy megszavazásra kerüljenek, hiszen az mégsem jó dolog egy magyar köztársaságban, ha olyan törvények maradnának életbe, olyan szabályzási szakaszokkal, amelyek egyébként életszerűen nem tudnak majd működni. De hát, ha egy törvény egyébként eleve a mi demokrácia fölfogásunk szerint elfogadhatatlan és rossz, akkor ennek a további módosítgatása, ami ezt csak tovább fogja erősíteni, hát nem igazán fog lelkes támogatást kapni természetesen a részünkről, hiszen az álláspontunk továbbra is az, hogy figyelembe véve mindazt, hogy még mindig van egy beígért úgynevezett valami nagy médiatörvény is, amit még egyelőre nem ismerünk, jó lenne visszatérni a normális rendbe. De ez ma nem reális, valljuk be őszintén, ebben a kialakult politikai helyzetben, és ebben a politikai fölfogásban, amiben együtt fogunk élni most már ellenzékként, ezért hát tudomásul kell vennünk, hogy így fogunk haladni, hogy balkácsoljuk tovább a médiatörvényt. Lesznek még ezzel még gondok. Vannak itt olyan részek és szakaszok, amelyek még további módosításokat fognak valószínűleg igényelni, hogy más nem mondjak, hiszen előző kollégám, képviselőtársam is említette azt, hogy például itt van a apparátus helyzete. Ez egy elég nagy intézmény lesz, mert konvergens hatóságként be kell tölteni többféle funkciót is. Már most is látszott, hogy például nagyon bizonytalanul volt szabályozva a különféle beosztásban és végzettséggel bíró kollégáknak a különféle javadalmazás és juttatási helyzete, amit valahogy be kellett illeszteni a rendszerbe. Itt még további kérdések fognak természetesen felvetődni, de miután nem képezi ennek a mostani előterjesztésnek a tárgyát, nem is akarok eltérni ettől a tárgytól, csak jelzem előre, hogy még azt hiszem, hogy például ezen területen nincs vége a dolognak. Valami jó dolgot is kell említeni már, ha már ilyen a helyzet, hogy kialakult, hogy az a fölismerés, miszerint, hogy lesznek és vannak olyan kiadott engedélyek, műsor gyártása, készítése, szolgáltatása, amelynek az engedélye le fog járni, és az új hatóság döntéseket még, vagy pályázatokat nem fog tudni elbírálni határidőben, és nem lesz rádióengedélyük például azoknak a rádióknak, akik működnek, vagy azoknak a helyi televízióknak, amelyek földfelszín sugárzásban például működnek Magyarország területén. Ezért aztán a harmadik paragrafus 8. bekezdésében nyit egy lehetőséget arra, hogy ideiglenes engedélyekkel természetesen mindaddig, amíg a sorsuk nem fog eldőlni, addig van lehetőség arra, hogy a hatóság hát mégis valami átmeneti állapotot tudjon biztosítani számukra, hogy ne kelljen lekapcsolni, hiszen a hatóság azt kell mondani, hogy ha nincs egyébként jogosultság, akkor rádió engedély sincs, és akik nincs rádió engedély, az nem sugározhat természetesen. Tehát maradt az a történet, hogy tűzoltás jelleggel most itt van kezünkben ez a törvény, ennek nem kell nagyon örülni, meg nagyon büszkének lenni rá, de jobb hián persze azt kell mondani,